24-25-26-án a Blahalujza téren osztunk meleg ételt, illetve hideg élelmiszer csomagokat. Olaj, cukor, desszert, úgy látom rizsa is van benne, vaj, gyümölcs. Tartós élelmiszert, csokoládét, gyümölcsöt. A három nap alatt körülbelül 30-32 tonna tartós élelmiszert osztunk szét. A csomagok körülbelül olyan 25 féle összetevőből állnak, és naponta 1500-an állnak sorba. Annyi embert tudunk kiszolgálni. Ön volt a 622-dik? Igen. Reggel 7-kor, 7:30-kor kezdődik a sátorállítás. Körülbelül ugye 12 órakor kezdődik maga, na most éppen egy kicsit korábban kezdődött, konkrétan a sor elindítása. Amíg el nem fogy, de most ez körülbelül talán olyan 2 óra, fél 3 környékéig tart. Igen. Ez a karácsonyi akció már nagyon régóta nem a hajléktalan emberekről szól. Ugye itt a hideg élelmiszer csomagban egy csomó olyan összetevő van, amivel a hajléktalan ember nem igazán tud mit kezdeni. Úgyhogy ez inkább azoknak szól, akik még háztartással rendelkeznek, de nagyon nehezen tartják fel magukat a mindennapokban. Szántóföldön lakunk, egy kis odúba. Úgyhogy faházikó van rajta, úgyhogy... Most, hogy az ünnepet ki tudjuk ebből állani, a karácsonyt. Ez egy jó darabjukat biztos, hogy nagyon sokat segítenek minket. Már nagyon régen járok ide. Egészen kulturált emberek is kerülhetnek szorult helyzetbe, mert igazából aki itt van, annak biztos, hogy számít. Múltkor például találkoztam egy idős nénivel, aki gyakorlatilag egész évben azokból a csomagokból él, amit itt kap. Tehát a karácsonyival kihúzza húsvétig, húsvétkor újra jön a kiemelt ételosztásunkra, azzal kihúzza nyáron, és aztán újra ősszel van egy ugyanilyen nagy kiemelt akciónk, arra is eljön, és gyakorlatilag ebből él. Tehát el lehet képzelni, hogy egy olyan idős ember mennyit teszik egy nap. Megkérdeztem, hogy hogy telik önnél a karácsony? Nagyon szarul. Egyedül vagyok. Nincs senki. Hát nálam, én nekem már nincs karácsony, bocsánat. Amikor családban volt karácsony, de már nincs karácsony. Nekem már olyan szürkéjét tudom. Szerintem az, hogy meglegyen az embernek a fedele, meg a napi betevő falatja, nekem már az is nagyon sokat jelent.